Jó reggelt kívánok! Jó reggelt kívánok! Annak idején a Magyar Rádióban volt egy egészen fantasztikus tudományos rovat. Ugye a Magyar Rádiót azt úgy kell elképzelni, mint rengeteg szobát, mármint egy régen ilyen volt, 80-as évek közepe, és a rengeteg szobában mennyiségileg elképesztően sok ember, nagyon sok rovat, egyik okosabb, mint a másik. Én több egyetemi végzettséggel bezuhanok oda, mint a helyét kereső ember. Itt az egyetemi végzettségemnek viszonylag kis jelentősége van. Az a kérdés, hogy tudok-e riportokat csinálni a legkülönbözőbb témakörökben, amelyekhez egyébként egy tízes skálán nagyjából egyesre se értek, így beesem például a tudományos rovathoz, ahol egészen fantasztikus munkaerő van, az Elek Laci, a Bál Laci, az Egyed Laci, csupa Laci, de ott van a Simonfi Géza bácsi, ott van a Mihancsik Zsófi, ott van a Gimes Juli, ott van a Sipos Juli, nem tudom, hogy annak idején milyen mértékben működtek önnel együtt, feltehetően azért a 80-as években azért a Magyar Rádió tudományos rovata azért igényt tartott az ön személyére, vagy rosszul feltételezem? Csupa idegen nevet nem mondok? Nem, nem, Gimes Juli, Elek Laci ismerte, hogy ne tesz velük. Én nagyon sokat köszönhetek nekik, nagyon sokat dolgoztam oda, miközben egyáltalán nem értettem hozzá, és ennek azért van jelentősége, mert akkor kerültem olyan helyzetbe, mint most önnel, ami egyébként kitüntetés, hiszen korábban azt mondtam, hogyha netán van olyan dolog a koronavírussal kapcsolatban, amiről ön szívesen beszél, mert olvasta, mert látta, mert hallotta, a láttuk, hallottuk, az egy kulturális rovat volt 3-12-től a Kossuthon, az egy másik dolog vagy a rádióban, akkor jelentkezzen, és aztán egyszer csak azt kérdezte tőlem, hogy de egyébként mi van akkor, hogyha valami egész másról be fogunk beszélgetni, nevezetesen az agyról, akkor gondoltam, hogy hát legfeljebb majd keveset fogok kérdezni, mert hát olyan nagyon sokat az agyról nem tudok, de majd ön biztosan segít nekem, amely nagy valószínűséggel, mint téma, nem biztos, hogy a Covid-dal kapcsolatban jelentkezik, és mondtam, hogy igen, nosza, megegyeztünk kedden 8 óra pár percben, és most 8 óra 7 perc van, és roppant kíváncsi vagyok arra, hogy honnan fogunk elindulni. Hát induljunk el a kezdetektől, amikor egy megtermékenyített petesejt elkezd osztódni, akkor eleinte az összes sejt egyforma, egészen addig, amíg az úgynevezett hólyagcsíra állapotig el nem jut az embrió. Ekkor van egy külső rétege a sejteknek, ebből lesz majd a méhvetény, és a belsejében pedig van egy ilyen belső sejttömeg. Ezeket embrionális őssejteknek nevezik. Tudnélik, ezek mindegyikéből egy teljes értékű állat vagy ember ki tud alakulni. Magyarán mindenféle szervnek, mindenféle sejttípusa képes ebből ki épülni, vagy kialakulni, differenciálódni. Na most ez annak idején, amikor ezt felfedezték, ez óriási jelentőséget tulajdonítottak neki, ugye, hogy ezekből a sejtekből, mesterséges körülmények között tudunk csontot, izmot, ideget, bármit előállítani, tehát majd ezekből mi csinálunk mesterséges szerveket, és azokat lehet beépíteni az emberekbe, akinek szüksége van rá. Tehát mint egy autószervízbe a megfelelő, ott lesz, lógnak majd a polcon a különféle szervek, és be lehet építeni őket. Most itt két probléma volt. Az egyik az az, hogy a katolikusok azt mondták, hogy ezt nem lehet így csinálni, mert hiszen az embriónak, mármint a megtermékenyített tetesejtnek is már lelke van. Tehát itt tulajdonképpen emberölést végzünk, amikor ezekkel az őssejtekkel dolgozunk. Pár évvel ezelőtt Szalamankában volt szerencsém megismerni azt a hölgyet, aki a második János Pál pápának a tudományos tanácsadója volt, aki kísérletekkel bizonyította, hogy a megtermékenyítés utáni 12. órába száll bele a lélek az embrióba, molekuláris biológiai kísérletekkel. Ha itt tartunk egy pillanatra, akkor azt kérdezem öntől, hogy a tudományos életben nagyon sok olyan ember van, köztük a Tudományos Akadémiának az elnöke, a mostani elnöke is, akik istenhívők, akik vallásosak. Maga az, hogy, de most csak
dobantottam, tehát nem erre kérdezek rá konkrétan, de ha tetszik, akkor az ön személyre, hogy mennyire választható szét, mennyire egyeztethető össze valakinek a természettudományos gondolkodása a hittel? Ó, tökéletesen. Hát nézze, az élet az valami olyan hihetetlenül bonyolult dolog, hogy miután racionális megoldás nincs, hogy a fenébe alakult ki valami ilyesmi, tehát az teljesen logikus, hogy egy hívő ember azzal tudja megmagyarázni, hogy hát a Jóisten teremtette, hát különben hogy tudott volna kialakulni valami ilyen hihetetlenül bonyolult. Így aztán visszatérve a történethez, a 12. másodperchez. Visszatérve a történethez, a második akadály, mert azért az is egy jelentős akadály volt, hogyha én ebből bármilyen szervet vagy szövetet csinálok, az épp úgy kilökődik, mint hogyha egy másik emberből származna, mert hiszen az embrió az egy másik ember volt. Na most ez az egész kérdés egy idő után azért kikerült az érdeklődés középpontjából, mert kiderült, hogy egy hát hosszas kutatás után egy Yamanata nevű kutatónak a csoportja az rájött arra, hogyha 4 különféle génnek a működését biztosítani tudja, akkor a felnőtt szervezet gyakorlatilag bármilyen sejtjéből lényegében ugyanilyen sejteket, indukált embrionális sejteket lehet előállítani, amelyek ugyanúgy viselkednek, mint ezek a embrionális őssejtek. És ezekből ugyanúgy lehet előállítani porcot, vagy izmot, vagy csontot, vagy ideget. És ami ennél még érdekesebb, ez aztán az elmúlt éveknek a fejleménye, hogy időnként megfelelő körülményeket biztosítva, ezek a sejtek képesek arra, hogy önszerveződjenek, és a szervekhez hasonló ilyen miniatűr szervecskéket, úgynevezett organoidokat hozzanak létre. Jó pár évvel ezelőtt, amikor Nizzába dolgoztam, akkor mi egér sejtekből hagytuk, hogy úgy differenciálódjanak és úgy szerveződjenek meg, hogy az egér heréjére hasonlító szervecskék jöttek létre, amelyik mikroszkóp alatt... Ezt a szerveződést hogyan lehet elősegíteni? Hát megfelelő hormonokkal, meg megfelelő citokinekkel a mi esetünkben. Magára a mechanizmusra hogyan jön rá egy tudós? Hogy talál rá? Hát én azt hiszem, hogy az esetek egy részében tervezve van, egy részében pedig hát a szerencsének tudható be. És bármelyik szervel előfordulhat ez, vagy csak azokkal, amelyeket ön említett? Hát, amire szeretnék majd kitérni, az nyilván az agy lesz, de próbálnak már vesét, meg szívecskét, meg ilyesmiket is csinálni. Mikroszkóp alatt ezeknek a szerkezete az úgy néz ki, mintha valójában a szervet látnánk. Tehát például a mi herécskéinkben ott voltak ezek a kanyarulatos csatornák, amik a legjellemzőbb szerkezetek a herébe. Na de hát, hogy a dologra térjünk rá, ugye, mert hát az agy a mai témán. Igen. Lehet csinálni olyan organoidokat, olyan szervecskéket, amik természetesen nagyon miniatűrök, de szerkezetébe hasonlít az agyra, már az agynak a sejt típusai ott vannak jelen és kommunikálnak egymással, sőt, hát ilyen elektromos jeleket lehet ezen belül mérni, tehát úgy néz ki tényleg, mint egy miniatűr agy, és itt jön a csoda, hogyha emberből, meg csimpánzból, meg orángutánból csinálunk ilyen őssejteket, ezekből csinálunk ilyen agyi organoidokat, akkor láss csodát, a csimpánz és a orángutángi, vagy az emberszabású majmoknak az agyacskája, az kisebbre nő, mint az embernek az organoidja. És itt megint jön a molekuláris biológia, azonosítottak egy bizonyos Z2 nevű gén, ez egy ilyen vezérgén, amelyik más fehérjéknek a
a szintézisét, más géneknek a működését szabályozza, és azt találták, hogy ennek, hogyha az emberi verzióját beleültetik a majomnak a sejtjeibe, akkor a majom agy az akkorára nő, mint az emberi agy, és hogyha az emberi sejtekbe beleültetik a majomnak a verzióját ugyanebből a génből, akkor az embernek az agyacskája az kisebbre nő, akkorára nő, mint a majom. De maga a struktúrája marad? A szerkezet az hasonlít természetesen. Tehát úgy néz ki, hogy valamikor... Ezt a sejtet hogyan kell beültetni, vagy hogyan, tehát ennek a betétele, ez hogyan megy? Itt nincs beültetés, ez szövettenyészetben, vagy hát ilyen mesterséges körülmények között egy ilyen inkubátorban történik, ahol 37 fokban teljes páratehetség, 5% széndioxid, tehát magyarán próbáljuk az élő környezetet megpróbálni fölállítani, vagy hát egy ehhez hasonló körülményeket teremteni. Ezek szövettanok, maga az, hogy ez egyébként az egész szervnek a pótlását, vagy az egész szervnek a megjelenését lehetővé tegyék, attól még mérföldekre vagyunk? Természetesen. Ez még nagyon messze van, de hogy mondjam, tehát a szöveti organizációt, hogyha megtanuljuk, hogyan, mi vezérli azt, hogy hogyan kezdenek ezek a sejtek szövetté meg szervé alakulni, ez előbb-utóbb elképzelhető, hogy elvezet bennünket oda, hogy majd ilyen módon organikusan csinálunk szerveket. Ezzel párhuzamosan folynak olyan kísérletek, hogy például ilyen 3D nyomtatással a sejtek közötti anyagot, ezt a mátrixot, meg a különféle sejteket azt nyomtatni próbálják, és így próbálnak előállítani szerveket vagy szervecskéket. Meg hát vannak olyan próbálkozások is, hogy ez a sejtek közötti anyag, amit extracelluláris mátrixnak is neveznek, ez borzasztóan fontos, mert úgy néz ki, hogy ez készteti rá a sejteket, hogy ők megtalálják a helyüket, hogy ott mivé kell differenciálódni. Tehát a normális fejlődés az, hogy a sejtek választják ki ezt az anyagot, és aztán ez az anyag, ez segíti őket a differenciálódásban. De hát, hogyha mi építkezni akarunk, akkor nyilvánvalóan nincs arra lehetőség, hogy ezt a természetes folyamatot adjuk. Remélhetőleg a későbbiekben talán majd lesz. Oké, de pontosan az, amit ön mond, hogy építkezés, amiről most ön beszél, az valójában a gyógyításnak a része, vagy a gyógyítással párhuzamosan, már szíves elnézést kérek, de megjelenik a teremtés? Hát nem, én azt hiszem, hogy itt a teremtésről egyelőre szó nincs, hanem megpróbáljuk imitálni azokat a természetes folyamatokat, amelyek az egyet fejlődés során kialakítják a szívet, a májat, a vesét, és reméljük azt, hogy megtanulunk belőle elég sokat ahhoz, hogy a későbbiekben talán mi is tudjunk emberi szerveket előállítani laboratóriumban, és hogyha például valakinek vese elégtelensége van, akkor az ő testi sejtjeiből előállítsunk egy mesterséges vesét. Mennyi idő alatt? Hát nézze, az a helyzet, hogy ezek a sejtek durván naponta vagy két naponta egyszer osztódnak, ugye 1-2-8, de hát ugye azért itt milliárdokról van szó, igen. De feltételezhető az, hogy néhány hónapon belül, vagy mondjuk egy éven belül, ha ilyet elő lehet állítani. Magyar, hogyha diagnosztizálják a problémát, akkor annak a súlyossága, mármint a tünetek alapján kellő időben akár megoldást jelenthet, ez majd egyszer ki tudja mikor. Igen, én nem gondolom azt, hogy ez évszázadok kellenek, ahogy a molekuláris biológia meg egyáltalán az élettudományok fejlődnek, én azt hiszem, hogy egy-két évtizeden belül ez valószínűleg megoldható. Lehet-e ezt lokalizálni, vagy nem érdemes? Tehát a kérdés az, hogy ezzel adott esetben mekkora területeket, mekkora részeit az emberi testnek lehet
elnézést, nem tudok most jobb kifejezést, pótolni? Hát nézze, valószínűleg a funkcionális egységek, a működési egységek. Az, de ugyan fogalmazott, megteremtheti a közöttük való átjárás is, csak ez egy másik módszerre. Hát én azt hiszem, hogy itt a cél az lenne, hogy egy-egy szervet, amelyik károsodott, azt újra kreálni, és nem feltétlenül kell ennek egyből akkora méretűnek lenni, amit kicserélünk, hiszen tudjuk azt, hogyha valakinek az egyik vesélyét eltávolítják, akkor a másik az megvő, hogy próbálja pótolni a hiányzó. És ebben az esetben a kivetődésnek is kisebb lesz az esélye, mondván, hogy nem egy idegen szervről lesz szó, hanem a sajátjáról, csak egy mesterséges módon előállított szervről? Igen, hát ez azt jelenti, hogy teljesen személy azonos lesz, tehát pontosan ugyanolyan, mint hogyha kivennénk valakiből és visszaültetnénk. És a szervek bonyolultsága, elnézést, ha hülyeséget kérdezek, majd kiavít vagy kihagyja, e között van-e különbség? Tehát adott esetben, amiről ön beszélt, az agy esetében más helyzetről van-e szó, mint adott esetben a beséről? Hát nyilván. Minél bonyolultabb egy szervnek a felépítése, és ebből a szempontból az agy az nagyságrendekkel bonyolultabb, mint mondjuk egy vese vagy egy szív. És ebben az esetben egyébként egy komplett agypótlásáról is szó lehet, vagy most abszolút hülyeséget kérdeztem? Hát én azt hiszem, hogy az agyátültetés az ugyan egy nagyon szükséges dolog lenne. Jó néhány olyan páciestől tudok, akinek erre szüksége lenne, de egyelőre azt hiszem, ez kimondottan science fiction. Oké, de akkor az, ami az agynál van, ott valójában bizonyos területeknek a pótlásáról lehetne szó? Igen. Tehát úgy néz ki egyébként, ez egy nagyon érdekes dolog. Megint csak olyan kísérletekről tudok beszélni, amiben nekem is szerepem volt. Madárász Emília, egy budapesti agykutató hölgyel végeztünk olyan kísérleteket, hogy hát természetesen állatokban, hogy az illető állatokból előállított ilyen agyi őssejteket megjelöltünk különféle világító festék, vagy világító fehérjékkel, amelyeket az ember megvilágít, akkor különféle színben játszanak, és ezeket a genetikailag módosított sejteket, hogyha egy kisegér, tehát egy embrionális, vagy éppen megszületett egérnek az agyába beültette, akkor ezek a sejtek tökéletesen beleilleszkedtek az agynak a szerkezetébe, és lehetett látnia, hogyha metszetetet készített az agyról, hogy az általunk világítóvá tett sejtek, azok tökéletesen kapcsolódnak az agynak a többi sejtjével, tehát magyarán kapcsolatot teremtettek, beépítettük az illetőnek az agyába, és az agy az beépítette magába ezeket a kívülről jött sejteket. Tehát magyarán, ami Petri csészébe tenyésztett sejtjeinkkel gondolkodtak azok az állatok. Amikor ez a folyamat, amit ön ezzel a hölgyel tett, befejeződött, akkor ott valójában a pénz fogyott el, vagy ennyiről szólt a megbízatás, ilyenkor mi a helyzet? Hát az esetek többségében a pénz fogy el, illetve hát mondjuk ezeknél, amit említettem, egér kísérleteknél, ott az volt az indok, azért nem kaptunk a kísérletek folytatására pénzt, mert hogy nincs neki ipari jelentősége, mert hogy senki nem akar egérherét ipari méretekbe előállítani. Tehát magyarán, akik a pénzt osztják, azok okay, nem de amiről beszél, hogy ez átültethető más organizációkra is, adott esetben az emberre az föl se vetődött abban, aki a pénzt adta? Akkoriban még nem. Ez mikor volt? Most már lehet, hogy... Hát ez a ezredforduló. Ilyenkor ezek az eredmények ülnek egy fiókban a szó átvitt értelmében, vagy ez hogy képzelje az ember? Hát ezek megjelennek, és a későbbiekben aztán előfordul, hogy ezeket valaki előbányászta és elkezdi olvasni, vagy használni, de hát az a helyzet, hogy a tudomány rendkívül redundáns sajnos, és ezen talán majd az internet segíteni tud,
mert most azért ugyanazt a kísérletet biztos, hogy a földkerekség különböző pontjain legalább 100 laborba végzik, és ezen talán ez a bizonyos blockchain az lehet, hogy segíteni tud, amikor már a kísérleti fázisba levő dolgokat a világ szerte mindenki tudja olvasni. És ami egy nagyon fontos dolog, és a tudománynak egy nagyon súlyos problémája, hogy a negatív eredményeket soha nem szoktuk leközölni. Nincs a világon olyan folyóirat, ami leírja azt, hogy én ezt és ezt csináltam, és nem sikerült. Na most ez azt jelenti, hogy ezt még ezren meg fogják csinálni, és dollármilliárdokat töltünk el. Mi az oka, hogy ez miből adódik? Tehát amit ön mond, az roppant érdekes, és úgy tűnik most egy első hallásra, hogy igaza van, de mi az óckodás oka? Hiszen az, amiről ön beszél, hogy akkor abban nem fut bele még egy ember, az untig elegendő lenne ahhoz, hogy a negatívumot is közölni lehessen. Igen, de érdekes módon évtizedek óta folyik erről a vita, hogy kellene ilyennek lenni, de egyszerűen arról van szó, hogy az eredményes kísérleteknek a mennyisége is olyan iszonyatos méretbe szaporodik fel, hogy már azt is nagyon nehéz követni. Tehát mindenki elismeri, hogy nagy jelentősége lenne a negatív eredményeknek, de valahogy ezek mégse kerülnek. Mert ugye a negatív eredmény és a pancserság közötti különbséget, ha zongorázni tudná az ember, akkor most nem ülne itt. Mert hát ez óriási különbség van, tehát hogyha én egy nagyon logikusnak tűnő hipotézis alapján csinálok egy kísérletet, amiről kiderül, hogy az nem működik, akkor az nem pancserság, hanem az azt jelenti, hogy a természet nem úgy működik, ahogy én azt kitaláltam, mert erre általában van 10-15 variáció, hogy hogy működhet. És ezek közül van úgy, hogy egyik sem jön be, hanem majd az idők folyamán kiderül, hogy van egy 16. megoldás is. Nagyon kíváncsian várom, hogy mi lesz a következő téma, amit felajánl. Hogy tetszik lenni? Én is. Hogy van? Köszönöm szépen. Kifogástalanul. Tartsa meg ezt az állapotát. Vigyázzon magára. Köszönöm szépen a rendelkezésre állást. Én köszönöm a lehetőséget. Nem, én köszönöm. Viszont...